Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Áldott, csodálatos szavú igehirdetők voltak. Tanulj meg prédikálni úgy, ahogy ők prédikálnak, nem terhellek vele. Terheljelek-e azzal, hogy a téged megelőző lelkipásztorok nem csak a pasaréti gyülekezetben voltak megbecsült szolgák, vagy Budapesten, országos, sőt, világhírű igehirdetők voltak. Légy hát te is országos és világhírű igehirdető, nem terhellek vele. A lényeggel szeretnélek terhelni. Mert az előtted járó lelkipásztorok, egyszerűen mondom, azért voltak híresek, azért voltak áldottak, azért voltak csodálatos, szavú emberek, mert mindig ezt a Jézust hirdették. Hirdesd ezt a Jézust, aki átmegy, ha kell, a túlsó partra. Aki, ha kell, viszi Isten erőjét. Aki, ha kell, lecsillapítja a háborgó tengert, meggyógyítja a beteget. Aki, ha kell, kiűzi az ördögöket. Aki, ha kell, nem csak nagyságos dolgokat tesz, hanem megteszi a legnagyobbat, amit mi nem tudunk megtenni, keresztre adja önmagát érettünk. Ezt a Jézust hirdest. És ha ezt a Jézust hirdeted, betöltött hivatásodat, megérted, miért választott és hívott meg téged ide ez a gyülekezet. És azt kérem a pasaréti gyülekezettől is. Kedves lelkipásztor testvérem, miután a Budapest Pasaréti Református Egyházközség presbitériuma lelkipásztorának meghívott, és a gyülekezet választói közgyűlése téged megválasztott ennek az egyházközségnek lelkipásztorává. Ezért, mint a Budapest Déli Református Egyházmegye esperese, ez ünnepi alkalommal beiktatlak téged lelkipásztori tiszteletbe. Ünnepélyesen is, és jelképesen átadom neked a templomnak a kulcsát. Legyen mindig nyitva ez a templom ajtó azok előtt, akik keresik Isten közelségét, és tegyél meg mindent azért, hogy minél többen megtalálják igéje és szent lelke által a minket megváltó, feltámadott Urat. És ünnepélyesen és lelképesen, jelképesen átadom neked a lelkészi hivatal az egyházközség pecsétjét. Ez a pecsét emlékeztessen téged arra, hogy Isten elhívott téged erre a szolgálatra, és szolgálatodat egyházunk rendje szerint és az evangélium szabálya szerint töltsd be Isten segítségével. Most pedig először hadd kérjem én életedre, szolgálatodra Isten áldását. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Isten áldjon meg. Ámen. Jézus mondta, aki nékem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya. Ámen. Mivel én vagyok Urad, Istened, aki jobb kezedet fogom, és aki ezt mondom neked, ne félj, én megsegítelek. Amen. Illés ezt mondta Elizeusnak, kérj valamit, megteszem, mielőtt elragadtatom mellőled. Elizeus erre így felelt, jusson nekem örökségül a benned működő lélekből a kétszeres rész. Amen. Istenem. Nagy nap ez a mai. Méghozzá azért nagy, mert 72 év után harmadik lelkipásztorát köszönteti.
Minden ilyen alkalom egy családi ünnep, és egy ilyen alkalom megmozgatja mindannyiunk szívét. Szeretettel köszöntünk most téged, és szívünk teljes melegével itt állunk melletted, és azt kérjük a mi Urunktól, hogy áldja meg életedet. Egyszer egy lelkipásztornak olyan helyre kellett mennie, ahova magától senki sem ment, csak ha hivatták vagy beidézték. És a beszélgető partnere elég durván és gúnyosan azt mondta, hogy na maga pap, mondja meg nekem, milyen egy igazán jó lelkész, és még csettintett is hozzá. De nincs szövegelés, három mondatot mondhat. És a válasz így hangzott. Egy igazán jó lelkész mindig tudatában van annak, hogy nem magánvállalkozást folytat, hanem küldetésben jár. Második, éppen ezért teljes szívéből tisztelnie kell azt, aki küldte, teljes szívéből szeretnie kell azokat, akikhez küldte, és mindig csak azt teheti, amit a megbízója parancsol. Kedves Géza, Gyöngyi és gyermekek, Biblia Szövetség nevében, Biblia Szövetség imádkozó közössége nevében köszöntünk benneteket nagy szeretettel, és kérjük életetekre Isten áldását. Hát ugye az igazat mondva, elég nagy fába vágta életed fejszéjét a mi Urunk. Gondolom, hogy ezt most még jobban látod, mint amikor ide jöttél. Ezt a tévhitedet, hogy ez egy könnyű fa lesz, a püspök úr sem tudta eloszlatni, hiába mondta, hogy nem akar megterhelni azokkal, amikkel nem akar, mert mégiscsak kimondta azokat a terheket, amik a te válladat fogják nyomni. Én szeretnélek téged most erősíteni Isten igéjével. Amikor ide jöttem, az volt a szívembe, hogy elmondom a János 12.26-ot, amivel Cseri Kálmán testvérünk köszöntött. Na mondom, majd miután ő elmondta, majd innen felolvasom még egyszer, aztán megint elmondta. De nem tágítok ettől az igétől, aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya. Az első rövid gondolat, gondolom fogod érteni, meg mások is. Legyél Jézus Krisztus szolgája, és soha ne váljál szolgáltató lelkipásztorrá. Tudnék a lelkipásztortól, egyre több gyülekezet ezt várja, hogy szolgáltató legyen, te ne legyél szolgáltató, te Jézus Krisztus szolgája legyél. A második, mindig állj oda, ahol Jézus van, és nem ahol a többség. Nem kis kihívása ez egy lelkipásztornak. Mert a demokrácia, ami gyülekezeteinkbe is egyre nagyobb súlyt nyer, hogy a többség akarata a döntő. Állj mindig oda, ahol Jézus van. És hidd el azt is, hogy ha az Atya megbecsül, ez többet ér minden emberi elismerésnél. És ha ezt komolyan veszed, nem fogsz megkeseredni soha. Isten áldjon meg. Még egy utolsó köszöntést hallgassunk meg Vég Tamás fasori lelkipásztortól, aki a Barátok nevében köszönti a lelkészünket.
Kedves Géza, Gézájék, kedves gyülekezet, azzal az igével köszöntöttelek, hogy Istennek pedig hála az ő kimondhatatlan ajándékáért, Jézus Krisztusért. Ehhez még egy rövid igét hadd tegyek hozzá Pál apostol vallomásából. Ez a kincsünk pedig cserép edényekben van. Ez pedig azt jelenti, hogy az erő nagy volt a Istené, és nem a miénk. És amikor Isten egy nagyobb edénybe ülteti át a szolgáját, az ugyanúgy történik, mint amikor a kis növényt átültetjük egy nagyobb edénybe. Cserép legyen, vagy bármi más. Az a növény megsínyli az Most pedig az ünnepi alkalom rendje szerint Horváth Géza lelkipásztor szeretne válaszolni a temérdek köszöntésre. Főtiszteletű püspök úr, nagytiszteletű esperes úr, kedves szolgatársaim, vendégek, gyülekezet! Örülök, hogy ezen a napon együtt magasztalhatjuk a mi dicső Urunkat. Köszönöm az ige hirdetésben, a beiktatásban, a köszöntő és áldó igékben megnyilvánuló szeretetet, bátorítást, áldáskérést. Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van, írja Dávid a 34. Zsoltárban, és vallom én is. Mélyen meghajlok ím színe előtt, ezen a mai napon is, mert az, hogy én most itt állhatok, azért van, mert a mi Urunk Jézus Krisztus Istené és Atya kiválasztott magának már a világ teremtetése előtt, előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, mellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Ő benne van az ő vére által az én megváltásom. Amikor az igét meghallottam, mondtam a feleségemnek, nagy baj van. Azt nem tudtuk hova, mert akkor hozzátettem volna, hogy még nagyobb a baj. Akkor csak annyit tudtunk, hogy mennünk kell. Nem kellett sokáig várni, november 11-én, szerdán délelőtt, 10 óra tájban megszólalt a telefon, és egy ismeretlen hang, aki nem akart bemutatkozni, azt kérdezte a feleségemtől, hogy vasárnap én szolgálok-e. Kérdi a feleségem, hogy miért tetszik kérdezni, nem mindegy, ki szolgál. Hát azt mondja, csak megyünk Kárpátaljára, szoktunk menni, és ha már arra megyünk, akkor bemennénk az Isten tiszteletre. Mikor is kezdődik az Isten tisztelet? Ez volt a telefon, és vasárnap, november 15-én teljes inkognitóban megjelentek a pasaréti gyülekezet küldöttei. Aztán november 30-án, amikor a székesfehérvári evangelizációból hazamentem, 30-án hétfőn délelőtt 11 óra tájban a postás hozza a levelet, ajánlott levél, rajta a pasaréti gyülekezet pecsétje, akkor már legyen az Úrnak, ami Istenünknek jókedve mi rajtunk. Végül szeretnék köszönetet mondani a pasaréti gyülekezet szeretetéért, hívásáért, kedvességéért, amellyel fogadtak bennünket. Sokak imádkozó szeretetéért és mindazoknak. Hadd mondjak köszönetet itt, akik valamilyen formában ezt a mai napot előkészítették, akik hetek óta ezért a napért fáradoztak, imádkoztak, hogy itt minden ékesen és szép rendben történhessen. Köszönöm az ének és zenekar szép szolgálatát, gyönyörű énekeit, az elhangzó igéket. Istennek népe, áldjon meg és őrizzen meg tégedet az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád, s adjon te néked békességet. Amen. Most előbb énekeljük el...